Köszöntöm nézőinket! Mai adásunk egy nyárit csináló, programajánló, mégpedig a Magyar Nemzeti Cirkusznak a turnéjából annyi biztos a vírushelyzetre való tekintettel, hogy idén nyáron Balatonlellén láthatjuk őket. Zuglói büszkeségünk, példaképünk, ifjú Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, a mai műsorunk vendége, akit így már a Balatonon értünk utol. Köszöntelek, Jóci, a műsorunkban. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a tévénézőket. Mit tudhatunk, mi történt veletek azóta, amióta nem beszéltünk az elmúlt fél évben? Igen, hát nem könnyű időszakon vagyunk túl. Tavaly októberben volt az utolsó eladásunk, és most azért már optimisták vagyunk, és azt kell mondjam, hogy látjuk a fényt az alagút végén. Már az egész cirkusz levonult Balatonlellére, és július 1-től augusztus 28-áig Balatonlellén fogunk vendégszerepelni. Mi az, amit már így tudhatunk előzetesen kefcsinálónak? Kik fognak fellépni, milyen produkciókat láthatunk? Egy vadonatúj műsorra készülünk, a The Show Must Go On, ez lesz a címe a műsorunknak, tehát a műsornak mennie kell tovább. Picit jelezzük ezzel, hogy a Covid után mennyire nehéz újraindulni. Lesznek olyan fellépők, akik már voltak láthatók nálunk, és új fellépők is, akik először lesznek láthatók. A gyerekeket szokta érdekelni, hogy milyen állatprodukciókat láthatnak? Dovas produkciókkal készülünk. A Monte Carlo Circus Festival aranybóz díjas produkcióját is láthatja a közönség. Feleségemmel két ló a hátán húzatjuk be, illetve egy válogatást is bemutatunk, ahol többfajta lovas produkcióból kombináljuk a legjobb jeleneteket. Ami fontos lehet még a családok számára, hogy feltételezem, hogy biztonságos a cirkusz, hogyha elmennek titeket megnézni, mi az, amilyen járványügyi intézkedéseket ti betartotok, illetve be is kell, hogy tartsatok? Tehát mindenképpen kézfertőtlenítőket helyezünk ki a cirkusz területén, illetve a munkatársaink maszkban lesznek láthatóak, akik a büfében árulnak, vagy akik a közönséggel érintkeznek, illetve ügyelünk a távolságtartásra is, hogy ahol megoldható, a másfél méteres távolságot tartsuk egymástól. Amit a gyerekek és a felnőttek is szeretnek, és tényleg emeli mindig a cirkusz hangulatát, a közvetlenségét, amikor bevonjátok a nézőket is. Erre is számíthatunk-e idén? Feltételezem a járványügyi előírásokat, szabályokat betartva. Igen, ugye a cirkuszunk komikus a Speedy, aki már néhány éve velünk tart, de ő visszatér idén is, és ő neki általában bevonja a közönséget is a produkcióiba. Ez idén sem lesz másképp, nem kell félni tőle, ugyanis ő is megkapta már az oltását, ezáltal érintkezhet a nézőkkel, és mindig valami új tréfával készül az új műsorokra. Miért fontos számotokra Balatonlelle, mint a nyári lakotok? Balatonlelle a második otthonunk, és több mint 25 éve itt vendégszerepelünk. Itt van egy saját területünk, ahol a cirkusz mindig ide kitelepül, és nem is tudjuk máshol elképzelni a nyarat szinte. Azt szokták mondani a helyiek, hogy amikor a nemzeti cirkusz megjön, akkor beindul az élet, és akkor kezdődik igazán a nyár. És mindig különleges eseményekkel készülünk, ez idén se lesz másképp. A cirkuszok éjszakája lesz látható július 16 és 17-én, ahol 7 órától éjfélig egy extra kibővített műsorral készülünk. Ezen a napon egy felvonulást is szoktunk rendezni, úgyhogy ezen a két napon minden a cirkuszról szokott szólni. Vízi cirkuszi produkciókat is, hiszen már hagyományi minden évben bemutatunk. Idén is készülünk új produkciókkal, ahol tulajdonképpen a hajókról, a Balaton közepén különböző cirkuszi produkciókat mutatunk be. Milyen különleges produkciókkal készültök, amit így megoszthattok külföldről? Milyen artistákat, produkciókat vártok? Műsorunkban fellép például a Monte Carlo-i ezüstbóz díjas Crazy Wilson, aki egy halálkeréken fog pörögni, és
külső oldalon egy szaltot fog ugrani, vagy Ukrajnából érkeznek hozzá négy akróbata, akik 6-7 méteres magasságúba szaltókat mutatnak be az orosz hintáról, egy ilyen hatalmas csúszdába lesz úgy azt a produkció. Ugye a lovas produkciókról ne feledkezzünk el, ami mindig a közönségnek a kedvencei. Úgyhogy valóban több mint 2 órás műsorral készülünk, élő zenekar fogja kísérni a műsorunkat, és Lady Masala, afrikai énekesnőnk énekelni fog. Jól értettem, én úgy tulajdonképpen július 1-én látható először a produkció, illetve indul be ez a turné Balatonlellén, de ti már ott lent vagytok. Mivel fog telni ez a közel egy hónap? Igen, ugye most több idő van a felkészülésre. Most egyelőre megérkezett a cirkuszi karaván, fel kell építeni a cirkussátrakat, mindent el kell helyezni. Az artisták is szépen szállingóznak, egyesével érkeznek, majd megkezdődnek a próbák, úgyhogy ez egy hosszú folyamat lesz, amit a Covid egy picit nehézkessé is tesz, mert külföldről elég nehéz most ugye ide utazni, de reméljük, hogy július 1-ére minden a helyére kerül, és mire a közönség előtt elhozzuk a vörös függőt, minden a helyén lesz. Akkor ezt ne úgy képzeljük el, hogy tulajdonképpen már kész produkciókkal érkeznek a vendégművészek, meg akár nektek is a fejetekbe összeállt valami, hanem ebből attól lesz ez egy egységes műsor, hogy így finomítotok, illetve egymáshoz illeszkedve rakjátok össze a produkciókat? Egyrészt már úgy válogattuk a produkciókat, a kész produkciókat, hogy ez beleillen a műsorunkba, illetve vannak olyan produkciók, amiket itt fogunk majd hozzá finomítani a műsornak a tematikájához. A zenén változtatunk a koreográfián, hogy egy egységes 2 órás műsor legyen. Ami még fontos lehet így a nézőink számára, és még nem hangzott el, hogy jól gondolom, hogy védettségi kártyával lehet belépni a felnőtteknek a cirkusz területére? Egyelőre igen, 18 év alatt nem kell védettségi kártya, 18 év felett igen, de ugye az első előadásig van még egy hónap, csapba reménykedünk, hogy addig annyi beoltott lesz Magyarországon, hogy talán még további lazításokra is lehet reménykedni. Úgyhogy ezt még így nem merném kijelenteni. Mindenképpen arra biztatunk mindenkit, hogy oltassa be magát, hogy jöhessenek a Nemzeti Cirkuszba például. Tudjuk-e bíztatni a Balatonon kívül élőket, hogy akár ősszel, vagy talán jövő tavasszal folytatódhat ez a turné, ami most kimaradt tavasszal is, meg tavaly ősszel? Ugye most a második éve maradt ki az országos turnénk, márciusban szokott indulni, hogy rajtunk nem fog múlani, tehát hogyha lehetséges, akkor a Balaton után szeptembertől folytatjuk az országos turnét, de ugye ez a járványtól fog függni, de arra biztatok mindenkit, hogy aki teheti, az látogasson el a Balatonra, nyaraljon egy jót, és este jöjjön el a Nemzeti Cirkuszba Balaton Lellén. Ami szintén még a ti nevetekhez fűződik, Magyarország első és egyetlen szafari parkja, ami jelenleg nem látogatható. Mit tudhatunk, mi újság a parkkal? Igen, tavaly május 20-án megnyitottuk Magyarország első és egyetlen autós szafari parkját, ami hatalmas sikert aratott, és az volt a terv, hogy idén ezt a parkot bővítjük Szadán. Sajnos Szada nagy közösség önkormányzata elutasította az állatkerti engedélyünket, ezért Szadán ezt nem tudjuk folytatni. Ugye a médiából ezt lehetett hallani néhány héttel ezelőtt, hogy új helyszínt keresünk a szafari parknak. Rengeteg önkormányzat jelentkezett az ország szinte mindegyik pontjáról. Az elmúlt hetekben napi több helyszínt jártam be, és a legjobbat szeretnénk kiválasztani és ott kialakítani az új szafari parkot, ahol ismét tudjuk a látogatókat fogadni. Mikorra várható körülbelül a nyitása az új parknak? Idén, vagy csak jövő tavasszal, nyáron? Ugye azért ez egy hosszadalmas folyamat itt az állatoknak a megfelelő területeket kialakítani, kifutókat, úgyhogy én azt gondolom, hogy a várható nyitás az jövő tavasszal lesz. Szadán van a Magyar Nemzeti Cirkusznak a téli szálláshelye, akkor vajon az is költözés előtt áll, vagy az maradhat?
Nem, a téli szállásunk az mindenképpen ott fog maradni, viszont a Safari Park az költözni fog, és ez egy új helyszín. Ez valószínűleg Budapest vonzás körzetében lesz az új Safari Park is. Említetted a nagyszabású terveiteket, akkor valószínű, hogyha sikerül megtalálni a Safari Parknak a megfelelő helyet, akkor ez így évről évre kibővül, és egyre inkább a gyerekes családoknak a célpontja lehet majd. Abszolút az a célunk, hogy egyrészt az állatoknak egy nagyon jó körülményeket, egy szép helyet tudjunk biztosítani, ahol a nyugdíjas éveiket tudják tölteni. Másrészt pedig a családok számára egy egész napos programot, ahol a szafari után nem csak az állatokat nézhetik meg, hanem különböző show műsorokat, élményparkban szórakozhatnak. Úgyhogy egy egész napos programmal készülünk, tehát egy jövőre az a cél, hogy egy egész napos programot tudjanak a Safari Parkba eltölteni. Én nagyon szépen köszönöm ifjú Richter Józsefnek, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatójának a mai műsorunk elkészítéséhez nyújtott segítséget, és remélem, hogy minél többen ellátogatnak nyáron Balatonlellére, és megnézik, és tetszeni is fog nekik az idei turné. Én is köszönöm a meghívást, és mindenkit sok szeretettel várunk.